Eljött a szombat, és indulunk a suliba. Mai választás is egy ruhára esett, erre a gombos ingruhára. Nagyon szeretem, úgy megszerettem ezeket a ruhákat. Mennyire egy kényelmes viselet ruhába járni, és nem nadrágba, mert azt hozzáteszem, hogy ez a harisnya, ez egy kicsit meleg most, így, mióta ilyen kánikulák vannak kint, de hogy ősszel például, várjatok, ezzel a mama által horgolt hosszú ruhával, hát valami bombasztikus, tudjátok, ez a ruha, ez nekem leér eddig. Menjünk, vigyük a sütit. Egyébként még haza fogok jönni, mint látható mögöttem 8:30 lesz pár perc múlva. 9-re kell vinni Mancikát, leadja a dobozos sütit a menze. 9-re bemegy az osztályterembe, és 10-től lesz igazából a parti délután 2-ig. Tök jó dolgok lesznek, rengeteg vásár, hát ugye az iskola innen is szerez pénzt, rengeteg vásár lesz, például tegnap előtt főztétek a lekvárt. Tegnap főztek, azt hiszem, almalekvárt, vagy tegnap előtt, mindegy, abból is fogok hozni egy üveggel, ilyeneket fognak eladni, minden osztály készült valamivel, meg hát lesznek programok, szóval érdemes lesz kilátogatni. Megyünk is, majd mindannyian, csak most egyelőre Mancikát előre el kell vinnem, aztán hazajövök, aztán majd visszamegyek, viszont nem kell főznöm, tegnapról maradt hagymásröstélyos. Úgyhogy ennyi. Jó szórakozást, hamarosan érkezünk mi is. Szóval úgy kellett jönni, hogy egy picit hamarabb, mert le kell adni a süteményt a menzán. Most gyorsan hazasöprök, iszok még egy jó kávét, aztán Dorina is felébred, hát ő végre kényelmes keretek között tudott aludni. És már ittam is. Meg volt az iskolai fesztivál, hát nagyon jól éreztük magunkat, amíg ott voltunk. Rengeteg számos program volt, nagyon-nagyon jó dolgokat csináltak a gyerekek. Tényleg rengeteg stand, meg volt ilyen fitness kihívás, meg ilyen zsibvásár, vagy bolpiac, vagy valami ilyesmi. Akkor ugye, amiket maguk készítettek dolgokat, szóval nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Ennyi volt, hazajöttünk, közben beugrottunk boltba, Mancika ott maradt, majd megyek érte vissza délután 2 órára. Közben gondoltam, hogy megmutatom nektek majd, hogy mi jött a boltból is haza, és akkor amit meséltem nektek, hogy készültek rá, főzött az osztály a lekvárt, hát vettünk mi is természetesen, volt alma lekvár, és ez egy ilyen vegyes lekvár, nagyon aranyos. Illetve egy másik osztálytól, ahova Mancikának járnak barátai, a hatodikosok árultak ilyen vitorlásvirág, azt hiszem Anitánál láttam. Bár nem nagyon vannak zöld virágaim, de ez megtetszett, és azzal, hogy az ember támogatja az iskolát, miért ne? Jelképes összegeket kértek, tehát 2 euró volt ez a virág, szerintem annyit megért, és 2 euró volt a lekvár is. Szóval ezek jöttek haza a suliból, és az én fánkjaimat pedig 3-asával adják el, 1 euró 3 darab, ami azt jelenti, hogy csak az én fánkjaimból 28 csomagot tudnak eladni, 28 csomagot tudnak eladni, 28 csomagot tudnak eladni, 28 eurót szednek belőle össze abból a 84 darab fánkból, amit vittünk, úgyhogy ez tök jó érzés. Na, nézzük akkor, mi jött a boltból, egyébként szakad rólam, víz, szörnyen meleg van kint. Ez jó, hiszen a gyerekeknek az nagyon jó, hogy jó idő van. 2 helyre mentünk be, az Edekába és a Lidlőbe, azért, mert nem mindent lehet megkapni mindenhol. Szükségem volt papírtörlőre. Nem ezt a fajtát akartam hozni, hanem azt, ami ilyen dobozban van, ugyanúgy szevade dobozból lehet kihúzni, most nem volt, hát kevesebb helyet foglalna, mint ezek. De mindegy, mivel kellett, elhoztam. Aztán van itt WC-papír, zsebkendő, ez az illatosított, ezeket mindig ugyanezeket vesszük. Jött egy Laugan croissant, ezt gyorsan be is kell dobnom a fagyasztóba, mert ez fagyos. Egy Laugan stangi, ez is fagyos, úgyhogy ezt is be kell dobni a fagyasztóba. Jött egy teljes kiörlési heri kenyér, egy nagy pak 60 darabos persil,
perszillel még sosem mostam, viszont most, ahogy voltam a másik helyen dolgozni, és ott van, hát ugye mosni kell a cuccokat, ugye lepedők, meg hát a takarítós eszközöket is, tehát akár a, minek hívják magyarul, azt mondjátok, a lapfelmosó fej. És ott ilyen mosószer van, és Isten illata van, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor én is ilyet fogok moshozni. Aztán van még az Edekából sötét szójaszósz, és világos, mert találtam egy nagyon jó receptet, amit szeretnék kipróbálni. Egyébként szójaszószon szokott is itthon, sokszor eszünk ilyen kínai jellegű dolgokat. Hoztam még egy teriyaki szószt, és ahhoz a dologhoz, amit szeretnék kipróbálni, osztriga szósz is kellett, szóval jött egy osztriga szósz is haza, illetve 1000 éve elfogyott már itthon, és azóta nem pótoltam, pedig nagyon szerettük, amikor így ettük a húsokat, ez az édes, pikáns. Nem az a szezámos csirke, amit csinálok, azt nem így szoktam, azt én saját magam keverem ki a szószt, hanem amikor például ilyen párizsi bundás húst sütök, akkor van, hogy nyakon öntöm ezzel, és ez tök finom. Edeka, még fúztea, a Dorina nagyon szereti a citromos fúzteát. Ez jött még az Edekából, illetve apak szeretne kipróbálni egy ilyen sört. Most ugye Bayernben már lassan Oktoberfest van, itt nálunk az Edeka tele van, hát oda rá is van írva, Oktoberfest. Ilyenekkel, úgyhogy ilyen sört, azt hiszem, azt mondta, hogy ilyet még talán nem ivott, nem tudom, mindegy. És még egy báré, ami érkezett, ennyi volt az Edeka, és a Lidlből pedig jött haza egy tonhal saláta, ilyen kuszkuszos, ez nagyon finom. Nagyon-nagyon régen ettünk már ilyet, mert általában én keverem ki a tonhalból a salátának valót, de most úgy döntöttem, hogy hozok egy ilyen készet. Miért is ne? A kávé, ami le volt árazva 15 euróról 10 euróra, úgyhogy jött egy kávé, ez sokáig elég, ez csak azért. Egy majonéz, ez egy hatalmas nagy majonéz, és nagyon megéri árban, szintén a Lidl-ből. Lenöröblítő, nem vagyok hajlandó mást venni nagyon. Egy szobaleves, mert Mancika tegnap nem volt elégedett a hagymásra stélyossal, szóval aki nem eszi a főztömet, az eheti a készételt, és kész. Jó, van, ez a vicc része volt, tényleg nem fogom rá erőszakolni. Nem, azt mondta tegnap, hogy nem esett neki jól. Na, van itt még, jaj, te vagy, azt hittem a nyúl. Tejföl, ebből 3 darab érkezett haza, illetve egy ilyen nagy doboz túró, szeretnék majd palacsintát is sütni jövő héten. Meg lencsefőzeléket, ahhoz jött a vésli, ezt gyorsan így bemutattam, holott nem is ez jött a sorba. Apa, elviheted a fánkodat, apa vett magának fánkot. Jó étvágyat. Szóval lencsefőzelékhez véslit terveztem, jött 2 nagy csomag csirkemell, mert alig van itthon csirkemell, és szeretnénk rántott húst tenni, ugye Dorina most hazajött, szeretném jól megtömni. Rántott húst, bundás húst, kínai is csirkét, szóval szükséges. 2 kiló még annyira nem is sok. Van még itt egy barna cukor, nátszukor, és ami a Lidl-be újdonság most, hát ennek most bizalmat szavaztam, de majd meglátjuk, hogy megérte. 12 töltetes WC gél, ugye mi a kacsásat használjuk, a kacsás az azt hiszem 5 vagy 6 töltetes, és valami 3 euró, ez meg dupla annyi, és fele annyiba kerül. Hát nem tudom, majd meglátjuk, mert az öblítő az végül nem jött annyira be egy utólag, meg a mosogatógép kapszula. Hát de az ember nem próbálja, akkor nem tudja. Szóval ez egy óceános, ez pedig egy citromos, illetve valahol még van kóla, majd a blokkokat ide beteszem nektek. Ennyi volt a vásárlás, én gyorsan elpakolok, mert nem szeretném, hogy kiolvadjanak a dolgok, illetve hogy a hús megromolja, mert vagy 30 fok van a lakásban, de egyébként nem is tudom pontosan, hogy mennyi van, mindjárt mutatom nektek. Csak itt el kellene pakolnom, mert itt van ez is, meg amaz is. Hát itt 24-et ír kintre, és 24-et ír bentre, és én szerintem nem igaz, mert az autón vagy 30-et írt. 1000-rel ment a légkondi, most vettem vissza egy picit, várom a gyerekeket. 2 óra van, semmit nem hűl az autó, semmit. Olyan tűzforróság van kint, hogy meg lehet gyulladni. Ó, de legalább nekik jó volt, nagyon jó időt fogtak tényleg ki. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy ez az osztálykirándulás is egy ilyen jó időben zajlott, és hogy ez a mai iskola fesztivál is egy ilyen jó időben zajlott, hogy nem esett az eső, mert hogy előtte vagy 6-7 hétig, hát szinte az egész nyári szünetet 6 hétig végig este, elkezdődött a suli, akkor úgy szoszó, olyan elviselhető volt. Voltak esős napok is, de hogy most ez itt a vénasszonyok nyara, na. De nagyon, ez már sok, tehát 6-7 hűvösség után ez így bam, mert abban akkor az ember azért úgy izzacsekcsépeket csel az ember homlokára. Na mindegy. Atya ég. Rá van írva a dobozra, visszakerült.
Ezt megmutatom nektek. 3 darab 1 euró. Ráírták a nevedet is, ugye, hogy Eliza? Aha. Valahol láttam, valamelyik felén, na mindegy. Menj, menj, ott van egy szúnyog. Jó, mindjárt kiengedjük. Na, szóval, hogy mit csinálunk ennyi sütivel? Te jó Isten! De hogy tudunk ennyit megenni? Hát minden nap veszünk nagyon sokat, amennyit tudunk. Atyaék, Maxim, te is hozz! Kisebb gezát, stop! Azt a... Azt mondták azt, hogy minden szakoknak lesz, én meg így oké. És akkor azt mondták, hogy kérdj meg, hogy nem lehet a tusok. Az igen, na jó, menjünk haza. És immár itthonról Mancikával áttettük tálcára a sütiket. Hát én mindent gondoltam, csak azt nem, hogy visszajön belőle. Jó, mondjuk fánkból minimális jött vissza. Atyaék, 20 darab jött vissza, 80 valamiből, de hogy még mennyi mindent ide pakoltak mellé. Ilyen fajta, olyan fajta, amolyan fajta, még egy fajta, meg még muffin, meg még ilyen fajta is, meg még olyan fajta is. És... Mi nem tudunk ennyi sütit megenni, ennyit. Ez rengeteg. Úgyhogy mondtam Mancikának, hogy aki nem volt esetleg ezen az iskolai fesztiválon barátja, vigyen neki át, mert ez mérdek mennyiség, és ugye a szomszéd kisfiú is hozott haza kb. Ugyanekkor a pakkal, de ezt hagyjen. Apa meg egyáltalán nem ehet belőle, vagyis hát a mi fánkunkból még csak-csak, de ugye a magyaró miatt nem tudjuk, hogy miben mi van, szóval... Még ha akarnak sem. Az meg már azért nem, mert lehet, hogy hozzáért olyan, amiben van magyaró származék, szóval én erre gondoltam, de erre nem, tényleg olyan, mint egy lakodalom után basszus, hogy az ember azt sem tudja, hogy mit csináljon a rengeteg megmaradt dologgal. És ahogy annyi, meg még több is lett. Tök jó. Halleluja! Ráírtam az egyik kisbarátjának az anyukájára, hogy rengeteg süti érkezett haza, ugye eleve visszakaptuk a fánkjainkat, ami a dobozba volt, meg még mellé raktak rengeteg mindent. Vettem le egy kis tányérnyit belőle, ezt így magunknak, hogy ha szeretnénk megenni, Mancika a muffinokat végül is már megette, szóval nekünk ez így bőven elég ez a tányér, még lehet, hogy sok is. Apa tényleg eleve nem ehet olyat, amiről nem tudja, hogy milyen eredetű, szóval ő nem fog belőle enni. Én meg úgy gondolom, hogy nekünk hármunknak ez még sok is. Szóval örömmel fogadta, mondtam, hogy hát úgy kaptuk. Na, annak ellenére, hogy oda jár az a kislány is, de ők nem vittek sütit, és nem is kaptak vissza semmit, viszont így legalább akkor jó helyre kerül, ők megeszik. Meg nekik, hogy egészségükre. Szeretettel küldjük. A házban meg közben elindult a cserekereskedelem. Szomszéd betette WhatsApp-ba, aki fölöttünk lakik, hogy nem érdekel valakit ilyen háromrészes kép. Ha megnézitek a csatornának a fejlécét, mióta elindult, szinte pontosan ugyanez a fejléce, és akkor ilyen keresztrejtvényesen beleírtam, hogy volt a kép, miről is szól az én csatornám. Ezt ugye úgy szerkesztettem azt a képet erre, 5 év múlva, pedig valaki megkérdezi, nem érdekel valakit ilyen kép? Ó, dehogy nem, valahol feltesszük, szerintem tök klasszul néz ki, nagyon tetszik. Jó pofa. És közben én is kérdeztem, mivel már egy ideje gondolkodunk azon, hogy ez a virág, ez szegényként sehol nincs jó helyen. Most jelenleg ugye itt van. Odébb húztam, itt szokott lenni az ajtóban. Ja, igen, ezt nem is meséltem, hogy a nyuszi ketrec már egy jó ideje visszakerült, ugyanis valamelyik este, nem most valamelyik este, hanem amúgy valamelyik este, szegény nyuszira véletlenül ráléptünk éjjel, szóval neki nagyon biztonságtalan, hogy hát igen, hogy csak úgy szabadon volt, mert éjjel mászkál. Úgyhogy az a biztonságos helyére visszacsukjuk. Egy kis gond történt, vissza szerettük volna tenni a szénatartót ide a WC-hez, és eltörtük, szóval azóta nincsen szénatartója, majd potolni kell, de még nem jártam úgy a fresh napban, úgyhogy oda szoktam bedobálni. És még megkérdeztem, ha már itt a cserekereskedelemnél tartunk, hogy egy-két ilyen üvegárum szükségtelenné vált, mert mióta megvásároltam ezeket a Russell Hobbs tálakat, ezek ugye 5 euróba kerültek, nagyon megértem, nagyon jó anyaguk van, így nem használom már ezt a böhöm nagyot. Az oválist meg egyébként nem is szerettem sose, ezt még nőnapra kaptam, amikor a Magyar Suzuki ZRT-nél dolgoztam, azóta megvan. Tulajdonképpen levest szoktam, vagyis a leves zöldségeket, húst szoktam benne tálalni, de így már szükségtelenné vált. Ez pedig egy olyan méret, ami se nem kicsi, se nem nagy nekünk.
ezt is emlékeim szerint úgy kaptam, illetve leveshez használtuk ezt a nagyot, ami amúgy nagyon nehéz, tehát eszméletlen súlya van, nem is nagyon használjuk, néha levest szoktunk benne leszűrni, és ennyi. Úgyhogy, hát nem használjuk őket, egy ilyet meg épp a napokban el is törtem, ez 4 darab volt. De viccesen megkérdezte a főbérlő, azt mondja, hogy amúgy költözni készülünk, de nem csak őszi lomolás, azt mondtam neki, hogy őszi lomolás, hát nem okvetlen kell megmagyaráznom, hogy nekem már azért nincs el szükségem, mert van helyette másik, és hogyha jön haza valami, akkor megy is valami. Na mindegy, hát az a kép az tök jó szerintem, azt majd feltesszük, azon gondolkodtam, lehet ide a konyhába fogom feltenni. Amúgy is szerintem itt van elég nagy fal szakasz hozzá, vagy még lehet, hogy a hálóba az ágy fölé, majd meglátjuk, majd megbeszélem apával, hogy ő hol tudna elképzelni, mert azért már van egy-két kép a falon, túlzásokban nem akarok esni. Ezából nagypapám és nagymamám van itt az étkezőasztalnál. Őket nagyon szeretem, bár némelyik embernek furcsa volt, egyszer-kétszer kaptam kommentet, hogy mi ez a bajuszos ember. Hát nem az, akire gondoltok, hanem az én nagypapám és nagymamám, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, hiszen ők neveltek fel, még ha időközben nagypapám meg is halt. Szóval számomra ez fontos. Amikor ide költöztünk, ezt apa szerezte, ezt a lovacskás képet, erről majd mesélek. Illetve ezt a képet vásároltuk még régebben az egyik Teddy, vagy valamelyik áruházban, nem is tudom, le volt árazva. Nagyon megtetszett a színvilága és a táj is, és a gyerekek magyar keresztapukája Zoli találta ki, hogy mit is ábrázol, mert mi kerestük, hogy pontosan melyik város lehet ez, de nem találtuk, még Google képkeresővel sem. És Zoli írta meg nekünk, hogy mi ez a város, pontosan apa posztolta ki anna a Facebookra. És ha már képeknél tartunk, akkor itt is van egy jó nagy kép, ez azt hiszem, hogy 40-es egy hajó a naplementében, hát mi más is lehetne. Dorin egyébként zültön pont ilyen képeket csinált. Valamint a hálószobánkban van még egy ilyen tengerparti kép, ez is csodálatos, de miután az ágyat, hát most már jó ideje, áttoltuk ide, és ez a kép pedig ott árválkodott egyedül a falon, úgy gondoltam, hogy talán érdemes lenne ide áttenni az ágy fölé. Hát nem tudom, hogy itt marad-e, vagy végül kivisszük, és ide jön majd a térkép, vagy minek hívják, na mindegy, ennyit erről a képekről. Ja nem, hát elfelejtettem, hogy mondtam, hogy a lovacskásról még egy picit mesélek nektek. Tulajdonképpen ez a kép az úgy került hozzánk, hogy volt egy ilyen lakást kipakoljuk lomtalanítás valahol, ilyen hagyaték jelleg, tehát amikor mindent is vinni kell, tehát nincs az, hogy csak ez kell, vagy csak az, úgy volt meghirdetve, hogy mindent vinni kell. És apa ugye előtte költözött ki szállóra, nem volt konyhabútor a szállón, hanem ilyen postásrekeszekben tároltak. Ha találok képet, akkor teszek nektek ide be, hogy nézett ki a konyha. És apa szerzett magának egy hűtőt a szobába be, hogy az ő cuccait be tudja tenni, mert a hűtő is borzalmas állapotú volt a szállón. És talált egy ilyen hirdetést, ahol ingyen konyha volt, elhozható, mert mint hát, na értitek, el kellett hozni mindent. És ott mondták, hogy nem csak a konyhát, hanem akkor kéne vinni az asztalt és a székeket is, voltak szőnyegek is, meg egy-két fotel, meg képek, meg üvegáruk, meg mindenféle. És a lovas kép akkor érkezett haza, plusz még egy másik is, csak azt nem tettük fel, az egy ilyen tányér jelleg. És Mancika amúgy is nagyon szerette a lovakat abban az időben, hát még most is szereti, de arról így próbáltuk lebeszélni, miután egyszer történt egy baleset, Dorinával leesett egy lóról, még ez is akkor volt, amikor ide kiköltöztünk abban az évben, nem tudom, hogy ez azóta hagyománya vagy sem, volt ilyen, nem tudom, hogy megfogalmazni, lehetett menni lovagolni azoknak, akiknek egyébként nincs rá lehetőségük. És nekünk akkor nem volt rá lehetőségünk, hiszen egyik gyerek sem beszélte a nyelvet, így nem lehetett őket beiratni olyan sporttevékenységet végezni. Na, értitek, tehát nyelvtudás nélkül nem lehet ezt űzni, ezt a szakkör, nem szakkör, mert nem tudom, minek hívják. Minek hívják ezt? Mindegy, lényegtelen. De viszont szerettük volna Mancikát meglepni, és karácsony tájéken több lovarra is hirdetett olyat, hogy írjál rájuk, írd meg a rövid történetedet, és akkor a kiválasztónak, akkor azon a napon szeretettel várnak. Azt hiszem, az talán Mikulás napja volt pont. Valahogy így.
Több lovardának is jeleztünk, több vissza is jelezte, hogy szeretettel fogadnak minket, ám a legközelebbire esett a választásunk hozzánk, de azért többnek írtunk anno, és elmentünk lovagolni, és Mancika egy pici pónit kapott. Erről is vannak képek, majd teszek ide nektek be. Viszont Dorina egy nagy lovat kapott. Mármint az így hülye hangzik, hogy nagy ló, mert mekkora egy ló. De mindegy is, és nem is tudom, hányadik kör után a ló úgy gondolta, hogy Dorinát ledobja a hátáról, és hatalmasat repült. Nagyon-nagyon megijedt a hölgy is, aki vezette a lovat, nem győzött elnézést kérni, hál' Istennek Dorinának nem lett baja. Mi is megijedtünk, és akkor fogadtuk meg, hogy tudom, hogy aki lovazik, az azt mondja, hogy ez nem így van, de jobb félni, mint megijedni. Azért tudnak csúnya sportbalesetek lenni abban, hogy a ló egyszer csak gondol, egyet ledobja a hátáról az embert, ezt végighúzza 30-as sebességgel, nagyjából 300 métert, szóval nem szeretnénk. Volt is ismerősöm, aki ez miatt bénult le. Úgyhogy mondtuk, hogy nézegetni lehet, ha úgy van, viszünk nekik ki ennivalót, mondták, hogy vétünk répát, almát, bármit. De aztán így le is csengett ez a dolog. Tehát szeretettel gondol a lovakra, szereti azóta is úgy a lovakat, de hál' Istennek egy kicsit megnyugodott a lelkem, hogy arról már lehetett, hogy ő lovazzon, vagy lovagoljon. Na, úgyhogy ennyit a képekről, meg a lovakról. Így is szerintem többet beszéltem, mint kellett volna. Thank you.